A szertartás a sötétség beállta után kezdődik a tűzszentelés szertartásával. Egyedül a parázsló szén világít, s az arról vett tűzalapap meggyújtja a húsvéti gyertyát. A húsvéti gyertya fénye maga is Jézus Krisztust jelzi, feltámadását. A húsvéti vigília szertartása négy jól elkülönülő lényegi részből áll, a fény liturgiájából, az ige liturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. Szecsődi Péter prédikációjában arról is beszélt, az idő ugyan magától is halad, de az idő Krisztusban teljesedik ki. Krisztus mindennek a középpontja, és ezért a Krisztusban való újjászületésünk az, amit húsvétkor mindannyian átélünk. A szertartás után a feltámadási körmenettel a hívők ünneplése kilépett a templom falai közül, és a világnak hirdette a feltámadás örömét. A húsvéti körmenet, másként föltámadási körmenet, Jézus Krisztus feltámadásának nem szorosan vett liturgikus ünneplése Közép-Európában a 17. századtól. Magyarországon már az 1625-ös esztergomi rituáléban megtalálható szokása ma is él. A körmenet Szegléden a templomot kerülte meg.